A szerkesztőségben végzett rövid, de eredményes, rögtönzött közvéleménykutatás alapján a megkérdezettek 100%-a úgy gondolja, hogy a csokoládénak évente 365 világnapja van, kivéve a szökő éveket, mert akkor 366. A felmérés háromfős, nem reprezentatív, ám csokoládé ügyben fogyasztói szaktekintélynek számító mintával készült. Egyébként többé-kevésbé komolyra fordítva a szót, nehogy azt gondolják, hogy a csokoládé színes és szerteágazó világában létezne egyértelmű megegyezés arra, hogy mikor ünnepeljük a csokoládé világnapját. És van egy olyan érzésem, hogy ennek köze van a minél többszöri csokoládé evés lehetőségének megteremtéséhez, tekintettel arra, hogy a csokoládé világnapjának ünneplése során a csokoládé fogyasztás jellemző adott esetben mértéktelenül. Vagyis a július 7-i dátum mellett számos egyéb csokoládénapot is ünnepelnek még. Például október 28-a az Egyesült Államokban a Nemzeti Csokoládénap, de ugyanilyen elnevezéssel van még egy kijelölt nap ugyanerre az USA-ban, szeptember 13-a, ekkor a Nemzeti Cukrászok Egyesülete tart csokoládénapot. A világon még számos, speciálisabb csokoládénapot is ünnepelnek. Az étcsokoládé napját január 10-én, a tejcsokoládé napját július 28-án, a fehér csokoládé napját szeptember 22-én és a csokoládéval bevont akármi napját december 16-án. Utóbbi esetben csak remélni merjük, hogy az akármi azért édesipari termék, nem pedig székláb, zongora vagy mangalica zsír. Bár igazából mostanában az sem lenne meglepő, ha az ilyen termékekre is akadna fizetőképes kereslet. Csokoládéból igen sokféle létezik. Kerek csokoládé, szögletes csokoládé, hosszú csokoládé, rövid csokoládé, gömbölyű csokoládé, lapos csokoládé, tömör csokoládé, lyukas csokoládé, csomagolt csokoládé, mesztelen csokoládé, egész csokoládé, megkezdett csokoládé, édes csokoládé, keserű csokoládé, csöves csokoládé, mogyoros csokoládé, tejcsokoládé, likőrös csokoládé, hogy egy valódi szakértőt idézzünk. Nyilván mindenkinek akad kedvence, és nem is lehet abszolút győztest hirdetni, hiszen ízlésekről és csokikról nem vitatkozunk. Úgyhogy köszönjük meg az asztékoknak a csokoládét, és irány a titkos raktár, ahol a kedvencünket rejtegetjük.